Megérkezett a Scorpion sisakom, ugye múltkor kiposztoltam háromféle bukónak a fotóját, hogy vajon melyiket választhattam. Szerintem nem volt olyan nehéz kitalálni, mert kitettem két 2021-est, meg egy 2022-es. Ugye nekem a mániám az ilyen piros-fehér beütéses dizájn. 20 éve ilyen bukós sisakjaim vannak. Na nézzük, kitippelt jól, már aki felfogta, hogy háromféle sisak volt a képen, nagyjából egyformák voltak a dizájnok. Párám, hát persze, hogy a karbont hoztam el. Az az igazság, hogy amióta megjelent a Scorpionnak az EXO 1004-ben a karbon megoldása, és elhoztam egyszer egy olyat, én azóta így hiába húzom vissza a másik sisakokat a fejemre. Az ember azt mondja, hogy nem érezni a különbséget. Megfogod a boltba, persze érezni egy kicsit a súly, de motoron mit veszel ebből észre, és sokat. Egész egyszerűen így nem veszel észre, pillakönnyű a fejedre egy ilyen karbon bukós sisak. Kaptam hozzá, gyárilag adnak hozzá pillokot. Ugye ez nem is, ez a leírás. Bocsánat, félre nyúrtam. Itt a pillokbetét, ugye ezt a belső részére tudod belepattintani, és garantáltan páramentes. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok óra után enyhén esetleg párásodik, de egyébként több órán keresztül esőbe ráleheled, amikor lehűl a levegő, nem párásodik belül a plexi. Azért ez rohadt jól tud lenni. Gyárilag adnak hozzá egy ilyen védőben sötétített plexit. A fotókon viszont nekem mindig marhára tetszettek ezek a króm színűek, úgyhogy elhoztam magamnak még egy ezüstöt is. Kicsit az a bajom ezekkel a mostani ezüstös plexikkel, hogy amíg régen olyanot csináltak, ami kajakra tükörplexi volt, tehát nem lehetett belátni, itt, hogyha szembesüt a nap, az egy kicsit enyhén átlátszó. Szerintem azért mentek ebbe a megoldásba bele, hogyha mondjuk sötétedik a motorozás közben besötétedik, akkor ebből még mindig kilátsz, mert nagyjából egy kicsit ilyen fényelteresztő azért, tehát nem sötétedik be teljesen, és még mindig lehet azért egy ilyen komolyabb szürkületbe is menni a sötétebb sztorival. Ugye ezt ezerszer elmondtam már, hogy amiért én szeretem a Scorpiont, az a pumpás megoldás, hogy az arc részét magadra tudod pumpálni. Arra figyeljetek nagyon, hogy nem fogok elmondani most egy komplet, megint egy ilyen litániát, hogy sisak választásnál mi van, inkább kiteszem ide a videó mellé linkben, hogyha valaki érdekel, nézze meg. Kapok egy csomó mindenfajta észrevételt, levelet, kérdést azzal kapcsolatban, a sisakválasztás, melyik sisak a jó? Jó a Nolani, jó a Schubert? Nem tudom, mert nem voltak a fejemen ezek a bukós sisakok, és nem tudok látatlanban mondani tapasztalat nélkül, hogy persze neked az lesz a jó. Az alapvető történet, hogy sisakot a fej formádra vegyél. Ha bemész a Superzone-ba, próbálgatod, igaz, hogy többféle típus van és másfajta belső dolgaik vannak, azt vedd meg, ami a fejformáthoz passzol. Ha nem passzol, menj át egy másik motoros boltba, próbálgass más bukós sisakokat. Ne járj úgy, múlt héten írt rám egy srác, mondta, hogy Scorpion 1004-e van, mi lehet a probléma, nagyobb tempóval megy, és a plexi hozzáér az orrához, meg nagyon nyomja a homlokát. Az, hogy a boltban úgy érezted az új sisak próbánál, hogy az pont méret és pont jó, viszont lehet, hogy egyel kisebb méret lett volna a jó. Azért lötyögött a fejem, vagy azért ért hozzá az orrához, mert ők más mondja, hogy másfél éve van meg a bukó, és másfél év alatt minden bukósisak belseje tágul, és tágult annyit a bukósisakja, hogy egész egyszerűen másfél év után az ő fejméretére már nem lett jó, mert kitágult. Elképzelhető, hogy egyel kisebbet kellett volna venni, de simán benne van a pakliba az is, hogy bukósisak közvetlen egymást követő méreteknél az egyik az túl kicsi, nagyon szoros, azt mondod, hogy elviselhetetlen, majd a másik azt mondod, hogy jó lesz. És lehet, hogy az meg már annyival tágabb, mert mondjuk annyi a méret lépés, úgyhogy jól fogadjátok meg mindig azokat a bukós sisak választási tanácsokat. Igaz, hogy ez azt mondom, hogy a árban ez egy középkategóriás bukós sisak. Ugye jöttek a múltkor, amikor kitettem a három fotót, arra itt vegyél, kiderült, rám írt, aztán privátban a srác átküldte, egy gyönyörű gyűjteménye van araikból, de egy arai buzi volt, hát volt vagy 20-25 arai bukós sisak, aki egy polcon berendez a fél, nem tudom, helyiség arról szólt, hogy arai bukós sisak. Én nem tudok ennyire márka buzi lenni. Én nem tudok azért megvenni egy motoros terméket, ruhát, bármi legyen az, csak azért, mert drága is, azt mutogassam. Valakinek ez számít nagyon, hogy ő csak azért vesz meg egy terméket, mert az roppant drága, és mutatja azt, hogy az ő ruházat a másfél millióba kerültetőtől talpig. Engem ez hidege, hogy ez a történet, engem a funkcionalitás sokkal jobban számít, az árérték arány. Nekem mákom van, mert ugye a kedvenc boltom a Superzone, és rohadt mákom van, hogy az EXO 1004-es sisak, az nekem jó a fejemre. Ettől függetlenül én nagyjából azért két évente leváltom a sisakokat. Valakik azzal érvelnek, hogy a drága bukós sisak mellett, mert hogy az jobb minőségű, és hát ennek köze nincs ahhoz, mert a 300.000 fontos bukós sisak az sokkal jobb, mint ez. Hát hogy a viharban ne lenne jobb? Hogy a viharban ne lenne esetleg finomabb belseje,
lehet, hogy jobb kattanósabb plexije van, vagy tartósabb a plexi, és 5 év múlva is ugyanúgy kattog. Még szerencse, hogy a 300 ezer forintos bukósisak az sokkal jobb minőségű, mint egy 120-140 ezer forintos bukósisak. Úgy, hogy én azzal szoktam érvelni mindig, amikor valaki csak az árral példálózik, hogy amíg te megtartasz 4-5 éven keresztül egy bukósisakot, hogy hú, én nekem 2 évente zsírúsisakom van, vagy másfél évente akár. És ha azt megveszed és kiszámolod, akkor ő elköltött 300 ezer forintot bukósisakra 4-5 év alatt, én is elköltöttem 300 ezer forintot, csak nekem közben volt 2-3 új bukósisakom, és mindig új volt a fejem, mert mindig az új technológia, mert az évre évre jönnek a fejlesztések, és 2 évente a legújabb technológiás bukósisakot, vagy épp mondjuk az EXO 1004-nél most már sokadszor volt olyan, hogy generációváltás volt, és például az első generációs EXO-knak lötyögött a napszemüvege, tehát és a gyár azt kurva jól megcsinálta. Az volt a baj, hogy bezárt, teljesen bezárt plexinél, belement egy gödörbe, és elkezdett így lejönni a plexi. Most ezt nézd meg! Ezt már megcsinálták. És az a jó, amikor végigmész egy ilyen bukósisak fejlesztés folyamán, hogy mindig azokat a sisakokat veszed, akkor, mert jó, mert bejött a méret, meg stb. Akkor onnantól kezdve te megkapod egyelő után a másik, harmadik generációs bukósisakot, nem már azt a fajta minőséget, amikor kijavították a gyerekhibákat. A motoroknál ugyanígy van. Kijön egy első generációs motor, az tuti, hogy lesz egy csomó gyerek betegsége, hibája. Majd a második generációsra javítják, a harmadik meg már tökéletes lesz. Bukósisaknál ugyanez. És ez már a sokadik generációs EXO 1004-es, úgyhogy ezeket a gyerekbetegséget javították. Érezni azt, hogy keményebb lett például a napszemüveg lecsukója, tehát nagyon határozottan működik, nem ilyen litty-lötty az egész. Abszolút halljátok ezt a kattanást? Hogy határozottan kattam be a fokozatokba, ami előnye ennek a bukósisaknak, amit szeretek, nagyon könnyű cserélni. Tehát itt meghúzol egy kis karocskát, fölnyitod és fél másodperc alatt leveszed a plexit, fél másodperc alatt rá kattintasz egy másikat. Nem kell szerelgetni. Úgyhogy van egy csomó apró kis trükk, meg buktató. Nyilván kellemetlen tud lenni az, amikor valaki bemegy egy boltba és úgy érzi, hogy jó a bukósisak, egy év múlva meg azt mondja, lötyög a fején. Két dolgot tudsz tenni. Nyilván eladod, mert azt mondom, egy éves bukósisakot még el lehet adni azért, hogyha nem volt sérült, meg nagyon törött a sisak, hanem épp a bukósisak. Vagy húzol maszkot. Én utálom a maszkot, tehát én nem viselem el a fejemen, beizzadt tőle a fejem, nem tudom, vannak olyan maszkok egyébként, amik hálós a tetején, mert rontja ugye a bukósisaknak a szellőzését nyáron, azért nem olyan rossz, hogyha van szellőzés a fejeden és nem izzadsz be, úgyhogy mindenki találja meg a megoldást, meg találd meg azt a bukósisakot, ami neked a legjobb. Én megtaláltam megint az én kis karbonomat. Szuperzomba bementek, ezerféle sisakot próbáltok, de csak akkor vegyetek, ha garantáltan jó a fejetekre. Adiós.